A fotoszintézis intenzitását, illetve a fotoszintézis függését a széndioxid koncentrációval nagyon egyszerű kísérlettel átokhinárral elvégezhetjük. Három kémcsőbe különböző koncentrációjú nátrium-hidrogén-karbonát oldatot tettünk, egy 0,1, egy 1 és egy 2 tömegszázalékos oldatban, ugyanakkora átokhinár hajtásdarab van, és ami látszik, hogy a fényforrással azonos távolságból megvilágítva őket, a 0,1 tömegszázalékos nátrium-hidrogén-karbonátban jóval kevesebb buborék képződik, és a legtöbb buborék az pedig a 2 tömegszázalékos nátrium-hidrogén-karbonát oldatban keletkezik. A buborékok száma a fotoszintézis intenzitását jelzi, ezekben a buborékokban a fotoszintézis melléktermékeként képződő oxigéngáz van, és a buborékok mennyisége alapvetően az intenzitást jelzi. Magyarán szólva a legnagyobb koncentrációjú, azaz 2 tömegszázalékos nátrium-hidrogén-karbonát oldatban a legintenzívebb a három eset közül a fotoszintézis, mert hogy itt a legnagyobb a víz oldott széndioxid tartalma.